Ezek a felvételek a kisapostagi Mosolykert óvodában készültek, ahol egy újonnan telepített napelemes rendszert adtak át az ST Solar Kft. Munkatársai. A kezdeményezés egy tavaly ősszel kírt pályázat nyomán jött létre, amely részeként napelemes rendszert nyerhettek a pályázó óvodák. A közönségszavazás eredménye nyomán a kisapostagi intézmény nyerte el a beruházást. Ennek a pályázatnak a részleteit elevenítette fel Tímár Milán, az ST Solar Kft. Értékesítési vezetője. Szeptemberi időszakban majd egy éve indult egy felhívás, miszerint a környezettudatosságot tekintve szeretnénk ezt a kicsik felé is jobban kiskorban beültetni, és ezért indult a cégünk által egy videópályázat, ahol gyakorlatilag szabad kezet kaptak a pályázók, bármilyen videós produkcióval, művel lehetett készülni az óvodáknak, ahol a lényeg az volt, hogy a környezettudatosságot helyezzék fókuszba, és ez egy közönség szavazás volt ez a videós pályázat. Több intézmény is indult, de nagy örömünkre helyhez közel kisapostagi óvoda nyerte közönségszavazással ezt a videós pályázatot. A szakember úgy folytatta, a beruházás abból a szempontból is jó, hogy az intézmény napelemes rendszerét úgy alakították ki, hogy az a jövőben bővíthető legyen, így akár évek múlva is egy új beruházással továbbfejleszthető ez a projekt. Ezzel segítünk gyakorlatilag az óvodának abban, hogy egy picit költséghatékonyabban tudjanak üzemeltetni. Ez a rendszer, ez gyakorlatilag egy 30 évig biztosan termelni fog az óvodának, illetve amire gondoltunk, hogy az 5 kW-os rendszert azt úgy lehetett elnyerni, hogy bővíthető inverterrel készültünk. Ez azt jelenti, hogy az intézménynek ez közel olyan 5500-6000 kWh-t jelent megtakarításban egy év alatt, de akár ennek a duplájára fölbővíthető ez a rendszer. A munkálatokat követően Nagy Attila polgármester elégedetten számolt be arról, hogy ez a kezdeményezés egy igazi közösségi összefogás eredményeképp jöhetett létre. Kiemelte, abból a szempontból is hatalmas segítség ez a beruházás, hogy az intézmény rezsiköltségeit ki tudja fizetni a település. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ezt a nyereményt sikerült elérnünk. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly közösségi összefogás volt. Mind a helyi médiákban, mind a dunaújvárosi médiákban sok helyen megjelent, és a közösségi portálokon is a felhívás, ami alapján a lakosok megszavazhatták, hogy a mi óvodánk nyerje meg ezt a nagyszerű nyereményt. Ezzel a nyereménnyel gyakorlatilag az óvodának a rezsiköltségének a jelentős részét meg tudjuk spórolni, így az elkövetkezendő időszakban azon is törjük a fejünket, hogy amit most sikerült megspórolnunk, ráfordítjuk egy újabb napelemrendszer beszerzésére, ami már nem jelent majd plusz problémát a településnek, hiszen a meglévő inverterrel kiépített hálózatra majd csak az új napelemeket rá kell kötnünk, így még nagyobb lehetőséghez jutunk a következő évben. A rendszer átadását követően minden támogatónak köszönetet mondott Budainé Krajcsovics Anita, a kisapostagi Mosolykert óvoda vezetője. Hangsúlyozta, a várhatóan megnövekedett rezsiköltségek kigazdálkodásában hatalmas segítséget jelent ez az újonnan telepített napelemes rendszer. Nagyon örülünk és büszkék vagyunk a nyereményre, hiszen nagyon fontos, hogy az óvoda fenntarthatósága megmaradjon, illetve hogy a rezsicsökkentés miatt is ez egy nagy segítség lesz az óvoda részére. Szeretném megköszönni az ST Solar csapatának, illetve kisapostag közösségének, hogy ezt a nyereményt az óvoda elérhette, és még egyszer mindenkinek nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. A kisapostagi Mosolykert óvoda energiaellátásának tehát egy jelentős részét immáron egy újonnan telepített napelemes rendszer biztosítja. A telepítést követően a felek köszönetet mondtak a támogatóknak a projekt létrejöttéért.